Az Albafehérvár kosárlabda csapata a 2024-25-ös szezon kezdetét egy családi nappal ünnepelte, ahol bemutatták az új és régi játékosokat, valamint az edzői stábot. Az eseményen a szurkolók különböző játékokban vehettek részt, a tombola bevételét pedig jótékony célra ajánlották fel. Használjátok egészséggel is a legjobb helyet. Szerdán Simon Balázs ügyvezető adta át a 200 ezer forintos támogatást a Befogadlak baptista gyermekotthon vezetőjének. Kiemelt feladatunk van a város életében, nem csak mintha élményt és örömet szerezzünk a mérkőzésekkel, hanem amivel tudjuk a közösséget tovább építeni, támogatni, és ezért gondoljuk úgy, hogy amikor lehetőségünk van rá, és van akár olyan rendezvényünk, mint most volt ugye a családi napunk, hogy ott amennyire tudjuk, bevonjuk a mi szurkolóinkat is, a csapattagjait is, és kiemelt intézményeket, akár most a baptista gyermekotthont támogassuk, és segítsünk így is a gyerekeknek. A gyermekotthon vezetője elmondta, nagyon fontos és hasznos a gyermekeknek, hogy a kosárcsapat támogatja őket, akár egy-egy mérkőzés megtekintésének lehetőségével, akár találkozókkal vagy adományokkal. Személyesen is találkozhattak velük, akiket a meccseken láthatnak és szurkolhatnak, nagyon szeretnek részt venni, amikor el tudunk menni egy-egy mérkőzést megnézni, akkor 18-20 gyerekkel is egyszerre részt szoktunk venni a szurkolásban. Mindig örülnek neki. Az ünnepekkor is, akár finomságokkal, de most jelenleg ezzel a készpénzadománnyal is, tehát ez a támogatás, ez nagyon fontos, hogy pont olyan dolgokat esetleg kiegészítsünk, megvegyünk a gyerekeknek, amire mondjuk nem jutna. Az adományátadáson elhangzott, a csapat a jövőben továbbra is támogatni szeretné az intézményt annak érdekében, hogy még több örömet okozhassanak a gyermekotthon lakói számára.